Egyetemmé válás. Palkovics László felsőoktatásért felelős államtitkár nem látja akadályát a Dunaújvárosi Főiskola egyetemmé válásának. Mérgezés. Szénmonoxid mérgezés gyanúja miatt többször riasztották már a tűzoltókat megyénkben. Fontos a tüzelő és fűtőberendezések felülvizsgálata. Magabiztosan 9-4-es győzelmet aratott városunk NB1-es futsal csapata a Rubeola együttese ellen. A dunaújvárosiak így már harmadikak a tabellán. Üdvözlöm kedves nézőinket, Önök a Dunaújváros Televízió híradóját látják. Főiskolából egyetem, már csak a parlamenti szavazás szükséges ahhoz, hogy 2016. januárjától egyetemként működjön tovább a Dunaújvárosi Főiskola. Erről, valamint Palkovics László felsőoktatásért felelős államtitkárnál tett látogatásáról sajtótájékoztatón számolt be Cserna Gábor polgármester, valamint András István rektor. Megerősítette Palkovics államtitkár úr, hogy az a folyamat, amely elindult a Dunaújvárosi Főiskolán a város támogatásával, az jó irányba hat. Az államtitkári látogatás eredményéről számolt be Cserna Gábor polgármester. Múlt héten ugyanis András István főiskolai rektor, Galambos Dénes országgyűlési képviselő, valamint Dorkota Lajos a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal elnökének társaságában megbeszélésen vettek részt Palkovics László felsőoktatásért felelős államtitkárnál, aki nem látta akadályát annak, hogy a Dunaújvárosi Főiskolából egyetem legyen. 2016. januárjától, amennyiben a parlament támogatja, abban az esetben úgynevezett alkalmazott tudományi területen egyetemi szintű képzést vezethet be. Ez köszönhető, hogy megfelel azon felsőoktatásban szabályozott paraméteri előírásoknak, amelyeknek meg kell ahhoz felelni, hogy ilyen jellegű képzéseket folytathasson a Dunaújvárosi Főiskola. Nem csupán az alkalmazott tudományok egyetemek kritérium rendszerének felelünk meg. András István a főiskola rektora kiemelte, az egyetemmé válás fontos dolog a főiskola életében, amelynek köszönhetően számos területen fejlődni fog az intézmény. Nyilván kicsit átalakul az arculatunk, de ez a legkevesebb. Azt szeretnénk, hogyha a stratégiai projektjeink azok még markásabban megjelennének. Tehát szerintem minőségben okoz ez alapvetően változást. A képzési portfóliónkban is valószínűleg némi bővüléssel jár majd, hiszen a műszaki szakoktatói szakot azt szeretnénk újraindítani, és abban is biztosak vagyunk, hogy még a mesterszakok között is műszaki területen lesz olyan, amely egy sikeres akkreditáción esett át. Dunaújváros felsőoktatási intézménye jelenleg főiskolaként működik, ahogyan arról András István a főiskola rektora is beszámolt, minden feltétel adott ahhoz, hogy 2016. januárjától egyetemként működjön tovább az intézmény. Ehhez azonban még a felsőoktatási törvény módosítása szükséges, amelyről még idén szavaz a parlament. A DSTV híradóját Morva Dávid tudósította. A fűtési szezon kezdetével számos riasztás érkezik a katasztrófa védelemhez, szénmonoxid mérgezés gyanúja miatt. A rendszeres fűtés megkezdése előtt így ajánlott meggyőződnünk berendezéseink biztonságos működéséről. Mert az a bajásika. Ezek a felvételek néhány héttel ezelőtt készültek, amikor a hivatalos fűtési szezon kezdete előtt cserépkályhát állítottak be egy családi ház szobájába a szakemberek. Ezt követően a beüzemelést végző szakemberek ellenőrizték a cserépkályha megfelelő működését. Erre a munkafolyamatra azonban ajánlott odafigyelni minden fűtési szezon kezdetén. A régebbi fűtőberendezések esetén egyaránt, hiszen ezekkel az óvintézkedésekkel elkerülhetjük a szénmonoxid mérgezést. A legfontosabb, hogy a berendezéseinket, épületgépészeti rendszerünket műszakilag megfelelő állapotban tudjuk. Tehát legalább a fűtési időszakokhoz kapcsolódóan minden alkalommal végeztessük el szakemberrel a tüzelő és fűtőberendezések felülvizsgálatát. Engedjük be otthonunkba a kéményseprőket, akik a füstelvezetők állapotáról is meggyőződnek. Az esetleges hibák kijavítására szólító felhívásokat pedig ne plusz kiadásként kezeljük, és ne így tekintsük rájuk, hanem mint családunk, szeretteink otthoni biztonságának egyik alapfeltételére. Az idei évben megyénkben 15 alkalommal vonultak terepre a tűzoltók szénmonoxid mérgezés gyanúja miatt. Városunkban az idei fűtési szezonban még nem érkezett emiatt riasztás a katasztrófa védelemhez.
Éppen tűzifát pakolnak le erről az autóról. A tapasztalatok azt mutatják, egyre többen térnek vissza a fatüzeléses fűtésre. Ebben az esetben gyakran előfordul az égés termékek lerakódása a kéményben, amely szintén a szénmonoxid visszaáramlásához vezet. A tapasztalatok alapján elmondható, hogy a szilárdtüzelésnél sokszor még nem kellőképpen száraz, nedves fával fűtenek. Az erős korom és kátrán képződéssel jár, mikor nedves fával fűtenek a kazánokban, kályhákban. Ez a lerakódó égéstermék pedig egy átlagosnál hidegebb időszakban intenzív fűtésnél kéménytűzhez vezethet. Tavaly 33 hasonló esetnél avatkoztak be a tűzoltók Fejér megyében. Idén eddig 23 kéménytűz miatt riasztották a tűzoltókat. A statisztikai adatok is azt mutatják, hogy a füstelvezetőkben lerakódott égéstermék továbbra is minden fűtési időszakban magas számban okoz tüzet. A szénmonoxid színtelen, szagtalan gáz, így gyakorlatilag nem lehet érzékelni a jelenlétét. A rendszeres szellőztetés mellett ajánlott a szénmonoxid érzékelő használata is, amelyet szakemberek szerint a fűtési berendezéstől körülbelül 1 méterre, 1,5 méteres magasságban javasolt elhelyezni. Vándorló tárlat, történelmi témájú plakátkiállítást szerveztek városunkban, amely iskoláról iskolára vándorolva mutatja be a környező települések régészeti tárgyait. A tárlat célja közelebb hozni a régmúlt történelmét a diákokhoz. Érdeklődve nézik ezek az alsó tagozatos tanulók a kiállított plakátokat a Szilágyi iskolában. A régészeti tárgyakról készült fotósorozat mozgatható molinókon kapott helyet. A plakátkiállítás egy pályázat révén valósult meg az Interciza Múzeum kezdeményezéseként. Na most ezeket a tárgyakat, amelyeket itt Dunaújvárosban, illetve a járás területén találtunk, két részre bontottuk, az egyik egy ilyen elbannerekre fotókat készítettünk, és ezeket most a Dunaújvárosi Oktatási Intézményekbe vittük el. A Szilágyi Erzsébet általános iskolában kezdtünk, és az az első visszajelzés, hogy a gyerekek nagyon élvezték. 15 ilyen bannerről volna szó, és ezeken bemutatjunk adott korokat, adott régészeti tárgyakat, egy kis szöveggel kiegészítve, hogy mégis a gyerekek úgy képben legyenek. A következő helyszín az a Dózsa György általános iskola, lesz majd a Petőfi Sándor általános iskola. Ez körülbelül júniusig kifut, tehát szeretnénk Dunaújváros összes oktatási intézményébe elvinni. A vándorló plakátkiállítás elsődleges célja a régmúlt történelmének közelebb hozása a kisiskolások számára. Mindemellett főszerepet kap a múzeum látogatási kedv növelése is. Bármilyen kezdeményezéshez csatlakozunk, amit mi jónak tartunk, és mivel ez az oktatáshoz szorosan kapcsolódik, akár történelmet nézzük, akár a magyar nyelvet, vagy a kultúrát, bármilyen területen, más területen, ahhoz mi mindig szívesen csatlakozunk, úgyhogy elsősorban ezért. Farkas Márta úgy véli, minden lehetőséget meg kell ragadni az ismeretterjesztésre, hiszen ebben a korban a gyerekek rendkívül fogékonyak a játszva tanulásra. A történelmi témájú vándorkiállítás még ezen a héten lesz megtekinthető, itt a Szilágyi Erzsébet általános iskola bejáratánál. A következő helyszín a Dózsa György általános iskola. A DSTV híradóját Tóth Veronika tudósította. Az idősek világnapja alkalmából ünnepséget tartottak a Pentelen nyugdíjas klub tagjai. Az esemény azonban különleges volt, hiszen 5 klubtársukat születésnapjuk alkalmából is köszönhették. Énekkel kedveskedik ez az asszony klubtársainak. A Pentelen nyugdíjas klub szervezésében ugyanis az idősek világnapját ünnepelték, egybekötve a születésnapjukat ünneplő tagok köszöntésével. Nem csak az idősek világnapját ünnepeljük mi, hanem a 80 éve életévüket, akik betöltötték, azokat is ünnepeljük ennek a keretében. És jobban arra készültünk. Versekkel, közös énekléssel, a születésnaposoknak egy kis ajándékkal. Ezt kapja minden születésnapos, egy rózsát, amit úgy csináltattunk, egy cukrász hölgyel. A tortákat is
amit a születésnaposok kapnak. A délután folyamán a Perkátáról érkezett vendégek verssel üdvözölték szépkorú társaikat, valamint a nyugdíjas klub zenészei szolgáltatták a talpalávalót. Bemutatnám a parádi zenekart, aki klubtagunk, és ők fognak nekünk egy kicsikét zenélni, színesebbé tenni, még a verseket, az ének, a külön számú énekeket, és hát ők viszik a prémet, majd utána lesz egy kis tánc. Mulatozunk egy kicsikét. Nagyon szeretnek mulatni, feldobják magukat, jól érzik magukat. Számomra ez nagy öröm, hogy amikor látom, hogy ebben a korban tulajdonképpen milyen vidámak még az emberek. Az ENSZ közgyűlése 1991-ben nyilvánította hivatalosan is az idősek világnapjává október 1-jét. A megemlékezés célja felhívni a figyelmet idősödő társainkra, valamint a velük töltött idő fontosságára. 9-4-es győzelmet aratott városunk NB1-es futszál csapata. Fehér Zsolt tanítványai hazai pályán magabiztos játékkal múlták felül a Rubeola együttesét. A megszerzett 3 pontnak köszönhetően a dunaújvárosiak már a 3. a tabellán. A Rubeola együttesét fogadta a Dunafer DF Renalpin FC csapata az első osztályú futszál bajnokság 5. fordulójában. A hazaiak már a találkozó legelején megszerezték a vezetést, erre azonban 1 perc múlva válaszoltak a csömöriek. Ezt követően még erőteljesebben játszott a Dunafer, aminek meglett az eredménye. A hazaiak egymás után szereztek szebbnél szebb gólokat, így már a félidőben 7-1-es állással vonulhattak pihenőre a csapatok. A második félidőt a vendégek kezdték jobban, 2-szer is matolták a hazai védelmet, majd a dunaújvárosiak szereztek 2 újabb találatot, visszaállítva ezzel a 2 együttes közti 6 gólos különbséget. A mérkőzést végül a csömöriek zárták le, 9-4-re módosítva ezzel a végeredményt. A mesterhármas szerző Hosszú Ádám elégedett volt a találkozót követően. Utoljára még a felkészülési mérkőzéseken sikerült mesterhármast elérnem, de most ezen a mérkőzésen 2 darab 10 méteresből született, ami hát sokaknak könnyebb, berúgni sokaknak nehezebb, így sikerült. Takó Csaba a vendégek vezető edzője hangsúlyozta, együttese nem tart ott, hogy egy olyan élcsapattal, mint a Dunafer érdemben felvegye a versenyt. Ugyanakkor a játék néhány elemében egyelő partnerei tudtak lenni a jóval esélyesebb hazai gárdának, azonban ez kevés volt. Végeredmény ellenére voltak olyan szakaszok a mérkőzésben, amire építhetünk, amire büszkék lehetünk. Azért azt látni kell, hogy egy olyan csapat otthonában játszottunk ma este, ami egy élcsapat a mai magyar futszában, és nyilván nem mi voltunk ennek a mérkőzésnek az esélyesei. Ehhez képest, ha az első fél időben egy picit jobban koncentrálunk, illetve a befejezéseknél több szerencsénk van, akkor egy egész más eredmény alakulhatott volna ki. Győzelmének köszönhetően a Dunafer feljött a bajnoki tabella 3. helyére. Ahhoz azonban, hogy ezt a pozíciót megtartsa, minél jobb eredményt kell elérni a listavezető Győr otthonában. Sok új dolgot próbáltunk megvalósítani, de lehetett látni, hogy a fiatalok is pályára léptek, nekik is bizalmat kellett szavazni. Úgy gondolom, hogy a 3 pontnak mindenféleképpen örülni kell, a hibákat meg ki kell javítani, mert egy hét múlva Győrbe megyünk, és ez a játék ez nagyon kevés lesz oda. A Győr-Dunaújváros találkozót a futszál bajnokság 6. fordulójában rendezik meg október 26-án. Szerdán a nyugati és az északkeleti tájakon változóan felhős lesz az ég, egy-egy zápor is kialakulhat. A középső tájakon a több órás napsütést délután gomoly felhők zavarják, de csak elvétve fordulhat elő kisebb csapadék. A csúcshőmérséklet 10 és 15 fok között alakulhat. Főbb híreink következnek. Még egyszer, röviden. Egyetemmé válás. Palkovics László felsőoktatásért felelős államtitkár nem látja akadályát a Dunaújvárosi Főiskola egyetemmé válásának. Mérgezés. Szénmonoxid mérgezés gyanúja miatt többször riasztották már a tűzoltókat megyénkben. Fontos a tüzelő és fűtőberendezések felülvizsgálata. Magabiztosan. 9-4-es győzelmet aratott városunk NB1-es futszál csapata a Rubeola együttese ellen. A dunaújvárosiak így már 3. a tabellán. Véget ért hírműsorunk, munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmet, tartsanak velünk továbbra is, viszontlátásra!